Üdvözlöm az ECHO világnézőit! Külpolitikai magazinunk eheti adásában a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokkal és a kínai-amerikai vetélkedéssel foglalkozunk. Elsőként is Sánkhájba a kínai nemzetközi import expóra látogatunk, ezt követően a Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány budapesti konferenciáján Yukon Huang amerikai professzort Washington és Peking kereskedelmi háborújáról kérdezzük. Lássuk a részleteket! Különösen érzékeny időpontban rendezték meg Kínában a nemzetközi import expót. Donald Trump amerikai elnök beváltva egyik fő kampányígéretét, büntetővámokat vetett ki a kínai termékekre, amire Kína ugyanakkora értékű amerikai termékcsoportra vonatkozóan vámemelésekkel válaszolt. Erre hivatkozva pedig következtek az újabb amerikai vámemelések. A világ egy új kereskedelmi háború felé sodródik, aminek nyertese kétes, vesztese annál biztosabb. Kína, az Egyesült Államok, sőt a világkereskedelem többi szereplője is, benne az Európai Unió, Magyarországgal egyetemben. Kína ebben a fenyegető világgazdasági környezetben szervezte meg a Nemzetközi Import Expót, azt demonstrálva a világ felé, hogy a szabad kereskedelmet továbbra is támogatja, kész partnereitől többet vásárolni, piacát a külföldi exportálók előtt még szélesebbre nyitni. A kivitelezés ennek megfelelően volt látványos és lenyűgöző, közép-európai szemmel nézve birodalmi léptékű. Egy ilyen rendezvényről alig hamaradhat távol bármelyik ország, Magyarországot pedig az a megtiszteltetés érte, persze nem véletlenül, hiszen Kínában semmi sem történik véletlenül, hogy az Expo díszvendége legyen, olyan hatalmak társaságában, mint Oroszország, Indonézia és Brazília. Európában rajtunk kívül csak Németország és Nagy-Britannia részesült ebben a megtiszteltetésben. Magyarország időben felismerte az új világgazdasági folyamatok jelentőségét. A magyar pavilon méltó volt a pazar rendezéshez és a díszvendégi megtiszteltetéshez. Megnyitóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az ország időben felkészült a világgazdasági paradigmaváltásra. Arra, hogy a tőke már nem csak nyugatról keletre, hanem fordított irányba is áramlik. A modern kor ipari forradalmának zászlós hajói között pedig mind több a kínai cég. A kínai piac, tette hozzá, óriási lehetőségeket kínál a magyar cégeknek, a sikert azonban nem adják ingyen. Azonban a kínai piaci lehetőségekért egy állandó harc zajlik, hiszen a világ minden országának, minden gazdasága pályázik a leggyorsabban növekedő gazdaság által kínált piaci lehetőségekre. Ezért úgy döntöttünk, hogy Kína gazdasági fővárosában, Sánkhájban egy nagy magyar kereskedelmi központot nyitunk. Magyar kereskedelmi képviselet pedig 6 további kínai nagyvárosban nyílik. Sanghajban több megállapodást is aláírt a két kormány, valamint magyar és kínai cégek. A magyar agrárexport bővülhet, a Huawei pedig részt vesz majd a hazai internethálózat fejlesztésében és az oktatás digitális átalakításában. Megállapodás született egy napelempark magyarországi, egy szennyvíz tisztító telep kínai felépítéséről. Terítékre került az idegenforgalmi és járműipari együttműködés is. Szijjártó Péter ezentúl hírt adott egy kínai autóipari beszállító 100 millió dollárt meghaladó kelet-magyarországi beruházásáról is. A kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztését egy olyan világgazdasági, sőt világpolitikai környezet teszi szükségessé, amelyet nem is olyan rég el se tudtunk volna képzelni. Erről már Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a sanghaji látogatás után a közép- és kelet-európai, valamint a kínai jegybank elnökök találkozóján Budapesten. Most jöttem vissza Sanghajból, ahol egy világtörténelmi pillanatnak voltam a tanúja. Erre szeretném ráirányítani az önök figyelmét. Ha valaki azt mondta volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy egy olyan konferencián lehetünk jelen, ahol a kínaiak a Világbankkal, a Világkereskedelmi Szervezet vezetőjével és az IMF vezetőjével közösen egy meg nem nevezett jelentős világgazdasági szereplővel szemben fogják védeni a szabadkereskedelmet és a multilateralizmust, szóval ha valaki ezt mondta volna nekünk 10 évvel ezelőtt, akkor egy jót nevettünk volna.
A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy Magyarország a kereskedelmi elszámolások terén nagyobb teret adna a kínai yuannak, és ha kibocsát, akkor csak keleti irányba bocsát ki devizakötvényt, vagyis ha szükség lesz rá, akkor az ország a yuant választja a meg nem nevezett dollárral szemben. Shanghai után következzen Budapest. A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány konferenciáján jártunk, amelynek témája Kína felemelkedése és az új világrend kialakulása. Ezt a témakört elemezték az előadók, köztük Yukon Huang professzor, aki a Világbankban a Kína osztály igazgatója volt, jelenleg pedig a Carnegie Alapítvány vezető kutatója. Írásai a Wall Street Journal-től kezdve a Financial Times-ig számos vezető lapban megjelentek. Kínai származású amerikai professzorként olyan betekintése van az ázsiai óriás politikájába, gazdaságába és kultúrájába, amivel nyugaton kevés Kína szakértő büszkélkedhet. Érvelése szerint a közgazdaságtan hagyományos keretrendszerében nem lehet megérteni Kína felemelkedését. Előadásában arról beszélt, hogy Kína globális vezetőhatalom lesz, de ez a folyamat nem lesz olyan gyors, és több lesz benne a buktató, mint azt gondolnánk. Erről írta talán leghíresebb könyvét is, amelynek címe a Kína talány megfejtése. Yukon Huangot mi is arra kértük a konferencián, hogy legyen segítségünkre a 21. század legjelentősebb talányának megfejtésében, és egyúttal mondja el nekünk, mi áll Donald Trump Kína ellen bevezetett büntetőintézkedései hátterében. A kereskedelmi háború tényleg csak a kereskedelemről szól? Vagy többről lenne szó? Talán a két nagyhatalom vetélkedésének kezdetéről? Everyone talks about a US-China trade war. Mindenki amerikai-kínai kereskedelmi háborúról beszél. Azt hiszik, ez a történet a kereskedelemről szól, mivel az Egyesült Államoknak hatalmas kereskedelmi deficitje van Kínával szemben, amely pedig sok éve jelentős többlettel rendelkezik. Az Egyesült Államoknak már 40 éve kereskedelmi deficitje van, ami azért olyan hatalmas, mert a dollár globális fizetőeszközzé vált. Hogy Amerika lehetőségein felülél, az önmagában nem probléma, mivel az ország így is működik. Az az igazi kérdés, hogy Amerika miért folytat kereskedelmi háborút Kínával? A válasz erre a kérdésre tényleg nem a kereskedelemben rejlik, sokkal inkább a feltörekvő nagyhatalom miatt érzett amerikai aggodalomban. Kína egyszerre innovatívabb és technológiailag fejlettebb lesz, ami potenciális kihívást jelent az Egyesült Államok globális vezető szerepére. Itt inkább tehát az uralkodó és a felemelkedő nagyhatalom közötti összecsapásról van szó. Ebben az összecsapásban melyik fél a sérülékenyebb? Ki veszít majd többet rövid és hosszú távon? Egy kereskedelmi háborúnak, amelyben mindkét fél büntetővámokat vet ki a másik termékeire, nem lesz egyetlen nyertese sem. A fogyasztók mindkét oldalon megszenvedik majd a magasabb árakat, de a termelők legtöbbje is veszíteni fog, hiszen ha az input, vagyis az alapanyagok ára emelkedik, akkor globális összehasonlításban veszítenek versenyképességükből. A kereskedelmi háborúnak egyik fél sem lesz a nyertese. Itt inkább a taktikai előnyökről kellene beszélni. Olyan taktikai előnyökről, amelyek birtokában egyesek politikájuk megváltoztatására tudják rávenni a másik felet. És ezzel az ügy egy kicsit bonyolultabbá válik. Az Egyesült Államok pontosan mit is akar Kínától, és mi az, amit a kínaiak hajlandók felajánlani? Valójában ezt még nem is tisztázták. Ha az Egyesült Államok azt követeli Kínától, hogy ne törekedjen gazdasága fejlesztésére, abba Kína alig ha egyezhet bele, hiszen minden más országnak ugyanolyan ambíciói vannak. Kína mind innovatívabbá, technológiailag erősebbé akar válni, hogy bevételei növekedjenek. Amerikának és Európának inkább arra kellene koncentrálnia, hogy mik azok a kereskedelmi módszerek, amelyet tisztességtelennek tartanak, és amit Kínának meg kellene változtatnia. Ugyanakkor vannak olyan módszerek, amelyek Kína szemszögéből már nem tűnnek tisztességtelennek. Számukra itt olyan normális tevékenységekről van szó, mint amelyeket mindenki más tesz a világban. Egyesek szerint a gond inkább az, hogy Kína hatalmas, és az állam nagyon hatékonyan működik, vagyis sikeresebb a többi országhoz képest. Ez az, ami egy kicsit bonyolultá teszi ezt a kérdést.
Előadásában arról beszélt, hogy Kína évtizedekre van még attól, hogy vezető hatalom legyen. Mi Európában, mintha másként látnánk ezt. A szemünkben, mintha már elkezdődött volna Kína globális vezető szerepének korszaka. Mivel magyarázza ezt a különbséget? És ön szerint miért van szüksége Kínának még évtizedekre ahhoz, hogy domináns hatalom legyen? A power in an economic sense comes from... A hatalom gazdasági értelemben két tényezőből ered. Az egyik a puszta méret. Kína nagy ország, és ha viszonylag alacsony is az egyfőre jutó össztermék, akkor is az 1 milliárd 400 millió ember globális összehasonlításban hatalmas országgá teszi. Kína gazdasága a vásárlóerő alapján számolva már nagyobb Amerikánál. Nominális értékben számolva is hatalmas ugyan, de a kínai gazdaság még mindig 30-40%-kal kisebb az amerikainál. Minden mérce alapján a föld legnagyobb, vagy a második legnagyobb gazdasága a kínai. De Kína egyfőre jutó nemzeti össztermléke úgy 10 000 dollár, ami hatoda az amerikai vagy a nyugat-európai értéknek. Az egyfőre jutó GDP megfelelőbb mutató az intézmények minőségének, a társadalmi, vállalati, technológiai fejlettségnek a kifejezésére. Még ha rengeteg terméket gyártanak is exportra, ezeket azonban olyan alkatrészekből szerelik össze, amelyeket nem Kínában, hanem Dél-Koreában, Japánban vagy Tajvanon készítettek. A kínaiak csak az összeszerelést végzik. A nagyon fejlett terméknek tekintett iPhone Kínában készül ugyan, de a kínainak csak az összeszerelést végzik. Az innováció, a technológia más országoké. Látok egy olyan tendenciát arra, hogy túlbecsülik a kínai gazdaság fejlettségi szintjét az ország értékteremtő képessége tekintetében. Szerintem Kína még generációnyi elmaradásban van Európa vagy Amerika technológiai színvonalától. Kína globálisan versenyképes, innovatív gazdaság akar lenni, de ennek céldátumát 2049-ben határozták meg. Vagyis egy 30 éves folyamatot látnak maguk előtt, aminek a végén fognak eljutni arra a szintre, amit már a nyugati technológia színvonalához hasonlítani tudunk. A kínaiak tudják, hogy globálisan nem számítanak innovatív hatalomnak. Nyugati szemszögből azonban mégis annak látszik, de ez a nyugati szemlélet szerintem nem reális. Azt mondta, hogy az egyfőre jutó GDP alkalmasabb mutatója egy ország valódi fejlettségének. De mi a helyzet a minőségi szolgáltatásokkal? Ennek a kereskedelmi háborúnak a fókuszában az iparcikkek állnak, például a fényképezőgépek, számítógépek, napelemek. Az emberek világszerte azt gondolják, hogy a technológiai fejlettség és hatalom alapját az iparcikkek adják, amelyek gyártásához olyan magas szintű technológiára és tudásra van szükség, amelyben az ellenfelek megelőzése a tét. De globális szinten is megjelent már az a gondolat, hogy az igazi tudás inkább a szolgáltatások terén jelentkezik. Az iparcikkek előállítása, a futószalagon, robotokkal történő árutermelés mind kevesebb képzett munkaerőt igényel. A fejlettség inkább a pénzügyi, oktatási, egészségügyi szolgáltatásokban, az internet használatban mutatkozik. Ez az, ami hatalmas profitot termel és jól fizetett állásokat teremt. És ez az, amire minden fejlett gazdaságban törekednek. A gyáripar nem teremt jól fizető munkahelyeket. Szerintem tehát van itt egy globális szintű félreértés az általam magas értékűnek mondott szolgáltatások és a gyáripar tekintetében. Szerintem ez a probléma Kínával. A szolgáltató szektor ugyanis a gyáriparhoz képest relatíve nem olyan fejlett. Ez a szocialista-kommunista rendszer öröksége, amely a gyáripart nagyra tartotta, a szolgáltatásokat azonban lebecsülte. Ez talán igaz is volt 30-40 évvel ezelőtt, de azóta rájöttünk arra, hogy egyes országok fejlett szolgáltató szektoruk miatt és nem gyáriparuk miatt gazdagodtak meg. Minél fejlettebb és gazdagabbá válik egy ország, annál kevésbé termel iparcikkeket. Az Egyesült Államokban mindössze a munkaerő 8%-át foglalkoztatják a termelésben, a fennmaradó 92%-ot azonban már a szolgáltató szektor szívja fel, aminek fele alacsony, a másik fele azonban magas értéket teremt. Ugyanez már nem mondható el Kínáról, ahol a szolgáltató szektor foglalkoztatási szintje nem növekszik olyan gyorsan, mint a termelésé.
A termelésben aktív munkaerő létszáma az utóbbi években abszolút értékben már csökkent is. Kína most lép be abba a korszakba, ahol Európa és az Egyesült Államok 2-3 évtizeddel ezelőtt volt. A szolgáltatások jelentik a jövő ígéretét. A robottechnológia a gyártásban munkahelyeket szüntet meg. Ezért az egész világban azzal a kérdéssel szembesül most, hogyan lehet a szolgáltató szektorban jól fizető munkahelyeket teremteni, miközben az emberek is jól fizetett érdekes munkákat keresnek. 30 évvel ezelőtt a mérnöki, gyártással kapcsolatos állásokat preferálták, most pedig az internettel, az online kereskedelemmel, a pénzügyekkel, oktatással, kutatással, tudományos képzéssel, tehát szolgáltatással kapcsolatos állások a népszerűek. Ezen a téren Kína méretéhez és gazdaságához képest jobban le van maradva, mint azt sejteni. Yukon Huang olyan gazdasági és politikai okokat sorolt, amelyek Kína felemelkedését, ha nem is megakadályozzák, de annak folyamatát lassítják és megnehezítik. Nem csak alacsony az egyfőre jutó GDP és fejletlen a szolgáltató szektor, de vitathatatlan az amerikai katonai fölény. Ráadásul Kínának meg kell tanulnia azt is, hogyan szerezzen a nemzetközi politikában szövetségeseket, hogyan építsen stratégiai partnerséget. Ráadásul ott van még a kultúra kérdése is. A kínai fizetőeszköz, a renminbi nemzetközivé tétele nehéz folyamat lesz. Előadásában arról beszélt, hogy ez még sok időbe telik. Igen. De nem lesz könnyű a kínai kultúra nemzetközivé tétele sem. Ez Amerika tekintetében Hollywooddal, a filmekkel, az amerikai kultúrával már megtörtént, és igazi befolyást, puha erőt is adott az Egyesült Államoknak. Ugyanezt már nem lehet ilyen könnyen megtenni a kínai kultúrával, dacára minden gazdagságának és mélységének. A globális közvélemény számára ugyanis nem olyan könnyen befogadható a kínai kultúra, mint az amerikai. A szuperhatalommá válás folyamatában saját kultúrája Kína számára inkább tehertételt, vagy éppenséggel lehetőséget jelent. Helyesen mutatott rá arra, hogy Amerika és Európa mindig is rendelkezett puha hatalommal, és ennek a soft powernek a kultúra, a média is része. Kína autokratikus rendszer, ahol a médiát, a művészeteket és tudományokat ellenőrzik. Itt egy kettős problémáról van szó. A kínai kultúra összetettsége, kifinomultsága sok tekintetben idegen a nyugati közvélemény számára. Emellett egy olyan rendszerről van szó, amely ellenőrzés egyben megnehezíti azt, hogy a nyugat megértse a kínai történéseket. Bizonyosan az is megmagyarázza a szolgáltatások fejletlenségét, hogy a kormány széles körű ellenőrzést gyakorol a kultúra felett. A filmek és a művészetek területén a kormány túlzott beavatkozást gyakorol, a nyugati művészet, stúdiók, szórakoztató központok kínai jelenléte pedig korlátozott. És ez szerintem problémát jelent. A kínai rendszerben nem értik a nyugati ízlést. A kormány bátorítja ugyan a kulturális, művészeti és média termékek exportját, de annyira már nem kifinomultak, hogy felismerjék, mi az, ami vonzó a nyugati közönségnek. Szerintem ezen a téren nagyobb nyugati részvételre van szükség. Az ő segítségükkel tudnák igazán megismertetni a kínai kultúra igazi kincseit, annak tiszteletét elnyerni. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a minap Sanghajba látogatott és az Import Expo-n vett részt. És a magyar kormány nagyon lelkes a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztése tekintetében. A kormány érvelése szerint kizárólag gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről van szó. Ön lát bármi politikai kockázatot abban, ha Közép-Európa és benne elsőként Magyarország Kínával szorosabb kapcsolatokat teremt?
Kína ellentmondásos jelenség a globális kapcsolatok összefüggésében. Sokan gyanakszanak Kína stratégiai szándékait illetően, különösképpen az egyövezet egyút kezdeményezés tekintetében. Én a következőt gondolom erről. Minden országnak a maga számára több választási lehetőség teremtésére kell törekednie. A kínai egy gyorsan fejlődő gazdaság, és a vele ápolt kapcsolat a Magyarországhoz hasonló országoknak, a közép-ázsiai, dél-kelet-ázsiai és más térségbeli nemzeteknek is sok hasznot teremthet. De ezeket az előnyöket az érintett országokban nagyfokú felelősséggel kell megvizsgálni, hogy valóban a legjobb ajánlatot válasszák ki mindabból, amit számukra Kína potenciálisan fel tud ajánlani. A gyorsan növekvő Kínával való megfelelő módon történő kapcsolatépítés csak hasznára lehet egy országnak. De ehhez szükség van arra, hogy a kormány valóban megértse, milyen választási lehetőségei vannak, és a lehetőségek milyen kockázatokat rejtenek. Azok az országok, amelyek ezt valóban megértik, szerintem rengeteg hasznot húznak majd a kínai kapcsolatokból. De azok az országok, amelyek naívan állnak hozzá, majd csak rájönnek, hogy más döntött helyettük, ők pedig nem túl okosan jártak el. Nagyon köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget. Az Ekovilágot látták, jövő héten is várjuk Önöket külpolitikai műsorunkkal. Adásainkat pedig visszanézhetik a www.ekotv.hu oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!